magyar Zac Efront várjuk. Na jó, nem csak Fekete Dávidot és gyönyörű kedvesét, Cserpes Laurát. Tartsatok velünk! Na, sziasztok lányok, fiúk, itt is vagyunk. Itt el mellettem Fekete Dávid, mega sztár. Szerbusz Dávid, köszönj a közönségednek. Sziasztok. Dávid, az érdekel engem, hogy hogy látod magad, most lement a mega sztár, sokat változtál? Úgy érzem, természetben nem sokat, talán sokat komolyodtam. Hogy érzed, szabadabban öltözködsz? Mennyiben változott a stílusod? Ez érdekes. Talán szabadabban mondhatom így. Talán több mindent felveszek, igen. Dávid, neked van egy gyönyörű barátnőd, ugye? Ő most kiment a mosdóba, úgyhogy mi most sútyiba beszélgetünk, figyelj. A csajoknak mennyire jön be ez a stílus, amit te képviselsz? Nem tudom, szerintem ez döntsék el ők. Én fogalmam sincs. A barátnőd mit szól az öltözködésedhez? Én nagyon sokszor kikérem a véleményét, úgyhogy igazából tudja, hogy hogyan öltözködöm. Tehát meg szoktuk beszélni. Igen. Valamikor nem, valamikor igen. Összeértek, hogy ki milyen bugyit vesz fel, meg ilyenek? Persze, akár azt is. Dávid, van-e álomszereped? Most ez egy picit más téma. Tudjuk azt, hogy te azért a musical világában elég otthon vagy. Mi az álomszerep? Az álomszerep. Én nagyon megszoktam mostanában ezt, és hát nagyon megkedveltem ezt a haknizást, tehát hogy menni járni az országot zenekarra, a táncosokkal, stb. Talán az álomszerepnek mondhatom azt, hogy egy musicales filmbe egy ilyen, nem feltétlenül nem mondom ki azt a nevet, vagy ki lehet, nem tudom, hogy reklámnak minősül-e, vagy nem. Például van ez a High School Musical, na, annak egy kicsit komolyabb változatát, esetleg én nagyon szívesen megpróbálnám egy magyar filmbe. A kedvesemmel is gondolkodtunk ezen, tök jó lenne, egy nagyon jó magyar, végre egy ilyen tök pörgős, de mégsem ilyen nyálas, hanem egy ilyen tényleg jó musical csinálni, ezt nagyon szívesen, és még van egy Footloose című musical, amit nagyon szeretek, olyan fiatal srácról szól, mint én, és hogy beköltözött Chicagóból Bowman városába, és mint az a lényeg, hogy ott tilos a tánc, és behozta ezt, és egy ilyen nagyon pörgős, nagyon énekes, nagyon jó kis darab, ez a Footloose Rongyláb magyar fordításban. Én nekem ez nagyon tetszik. Mi a terved a közeljövőben, mondjuk egy év múlva? Hol lennél szívesen? De valamelyik színházhoz mondjuk leszerződnél-e? Nem tudom, most nagyon erősítjük igazából ezeket a nagy show elemes táncokat, és a többi, tehát hogy járni az országot, és tényleg ezzel bemutatni. Kánkánozol? Nem a kánkára gondolok, de én bízom benne, hogy egy év múlva is tudom ezt folytatni, amit most csinálok, és bármi elképzelhető színház. Miért most mit csinálsz? Most mit csinál, nem tudom. Járok egy úton, az is lesz egy dalomnak a címe. Dávid, van-e kedvenc ruhadarabod? Kedvenc ruhadarabom? Van. Egy kedvenc ruhadarabon, egy ingem, pontosabban, amit nagyon-nagyon szeretek, az a több tehetségkutató versenyben is ott volt velem, nem tudom, mert nagyon érdekes. Voltam egy országos musical versenyen, ahol első lettem, pont abba. Nyolcadikba. Nem, nyolcadikba. Az egy kicsit később történt, aminek nagyon örülök. Utána jött egy Viva TV-s szereplő, és abban is voltam egyszer, és emlékszem, mindig abban mindig nem vagyok babonás, meg semmi ilyesmi, csak nem tudom, azt nagyon szerettem azt a szinket, és egyszer mindegyik tehetségkutatóba felvettem azt. Tehát ez annyira így jó érzéssel töltött el azt viselni, és végülis ez az ilyen kis kabala ingem, ha mondhatom így. Közben elmondjuk a lányoknak és a fiúknak, hogy rajtam van ez a kabát, megkérdezzük Dávid véleményét, hogy tetszik-e neki. Mert ha tetszik, akkor szívesen odaadjuk a fotózásra. Nagyon, sőt, annyira tetszik, hogy el is kérem ezt a kabátot, és ezt az inget, és ezt a sálat is. Nekem nagyon tetszik ez az öltözék, úgyhogy én szeretnék ebbe fotózkodni. Megengeded? Drága barátom. Megtiszteltetés. Úristen, a Fekete Dávid hordani fogja a cuccomat! Várjál, énekeljünk egy olyat, amit mind a ketten tudunk. Na, és akkor felváltva. A vérében a harcon látsz. A mi városunk más, egy szédült világ. Két őrült család Veronát vérben fürdeti, az ember meddig tűrheti, hogy folyton félelemben él, hogy itt a törvény ennyit ér. Miért van, hogy ereinkben itt vérhelyett gyűlölet folyik, egy szédült világ, egy őrült világ. A város itt ketté szakad, törvény az nincs csak akarat, ki család folyton harcban áll, középút nincsen ez szabály. Miért van, hogy vereinkben itt vérre egy gyűlölet folyik, egy szédült világ. Tök jó, kész. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Na végre, hogy itt vagy, nagyon vártunk már, ugye Dávid? Nagyon vártunk. Nagyon vártunk. Jó Istenem. Nagyon sokan megvárakoztattál.
Ne haragudj. Most a te véleményedet fogjuk kikérni, szerinted. Ne nézz ide. Jól öltözködik a Dávid? Szerintem nagyon jól öltözködik Dávid. Csinosan, fiatalosan, trendin. Szerintem igen. De például meg szoktam mondani, hogy mit vegyél fel? Kikérem a tanácsát, hogy például neki miben tetszem jobban, ebben vagy abban, vagy hogy szerintem melyik áll jobban. Úgyhogy kiszoktam. Most nem azért dicsérjük egymást, de igen, tehát nagyon, szerintem is nagyon jól öltözködik, meg eleve nagyon jó ízlése van számomra, ami nekem bejön. Igazából, úgyhogy egyet szoktunk érteni sok dologban, amikor veszekszünk, de hát ez minden kapcsolatban így van, de általában egyet értünk ezekbe az öltözködési. Ez tök jó, ez nagyon helyes, mert csomó párnál van úgy, hogy megtiltják a másiknak, hogy ezt ne vedd fel, azt vedd fel. Nálatok van ilyen? Nálunk talán azért nincs ilyen, mert egy nézőponton vagyunk ezekben a dolgokban, mint a, most gondolom, ilyen kihívó dolgokra gondolsz, hogy melyik valami... Ilyen olyan bugyig. Így van mondjuk a nő, de szerintem ezen hasonló véleményen vagyunk, hogy azért nem veszünk fel olyat, ami ilyen megbotránykoztató. Hát inkább akkor veszünk fel olyan ruhákat, hogyha mondjuk együtt megyünk el. Maximum, és akkor... igen. Maximum. De tényleg. A következő a kérdésem, hogy ki a példaképetek? Ki az, akit követtek, mint stílusikon, mint példakép? Ja, nem tudom, van kedvenc színészünk, a kedvenc színésznőnk az a Nicole Kidman. És Moulin Rouge, fekszik mi. Abszolút, hát musical, persze, igen. Michael Jackson, nagyon sokat hallgatunk például. Amen. Bruce Willis-t is szeretem színészként. Kett mondjuk, amit Zac Efron képvisel, az neked tetszik? Olykor-olykor tetszik, olykor-olykor nem. Tehát vannak bizonyos számok, ami szerintem tök jó, meg valami, de nem mindegyik. Én szeretem, ami nem annyira nyálas, de mégsem annyira kemény. Tehát ami a kettő között van, tehát ami egy kicsit olyan, én azokat képviselem, szerintem. Próbálom. Most megint tőled kérdezek, viszont tőled is várom a választ, hogy sokan megnézik a barátnődet az utcán, gondolom sokan fordulnak utánad. Dávid, te féltékeny típus vagy? Igen, csak annyi, mint ő. Én igen. Én az, hát igen, főleg ugye, amikor hirtelen lett ismertem, bár hát akkor nagyon rossz volt hirtelen, de most már hozzászoktam a népszerűségéhez. Ehhez hozzá lehet egy idő után szokni. Hát azért biztos, hogy a Laurát is sokan megnézik, te nem vagy féltékeny? Persze. Én is féltékeny vagyok. Szerintem ugyanannyira mondhatom. Nem? Szerintem így körülbelül ő is azért. Hát azért eléggé tudok én is féltékeny lenni. Én nem versz agyon senkit. Nem, de hogy is. Nem, én nagyon béketűrő vagyok. Tehát én nagyon mondhatom azt, hogy nagyon sokáig így tűrök, aztán néha robbanok csak, de akkor nagyon. De amúgy nagyon igen, sokáig. Én hamarabb robbanok. Én sokáig tűrök, és akkor utána egyszer csak így... Szoktatok együtt fellépni, igaz? Hogy néz ez ki? Visztek magatokkal táncosokat, vagy csak együtt vagytok, és akkor énekelgettek, vagy ez hogy? Hát úgy kezdődött ez az egész, hogy amikor mi megismerkedtünk a Dáviddal a Gór Nagy Mária színi tanodában, akkor ő már ugye javában énekelgetett, én inkább a színészet felé hajlottam, meg én színésznő szerettem volna lenni, de mikor először egyszer énekelgettünk, hogy együtt ő mondta, hogy nem muszáj énekelned, mert nem lehet csak a színészetből merítkezünk megélni, és onnantól kezdve elkezdtünk tanulni duetteket, és végül is ott kezdődött, és mostanra már visz magával, és akkor szoktunk pár duettet, hogy így megspékeljük a fellépéseit. Én ezt nem hiszem el, úgyhogy muszáj mutatnotok nekünk valamit. Szívből szeretni híven, nincs szem égnie tűzben, és együtt repülni fel, hogy lelkünk kevésbé féljen. Szívből szeretni annyi, érte mindent föladni, és szállni, fenn sólyom szárnyon szállni, áldást találni. Dávid, köszönj el a rajongóitól. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok, és köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, nagyon jók lettek a fotók, vagy jók lesznek, bízom benne, úgyhogy sok minden jót kívánunk, és divatikon. .hu. Sziasztok. Flying, there's a star in heaven that we can reach, if you try and start breaking free. Oh, la, la, la. Szerintem csak te voltál helyben. Köszönjük.
divatikon.hu